Hát én ezen órákig rögtem. Milyen? Hát, hogy a magyar hal napján Harcsa Veronikát és Csuka Mónikát fogják majd meglepni mindenféle halas ételekkel. Laci, honnan jött ez az ötlet? Most komolyan, tehát így akartok bosszút állni, jó időben. Hagyj már, így akartok bosszút állni a magyar dal napján. Vagy így akarjátok fölhívni a figyelmet? Lovász László és Marton János szakács, aki meg majd segít nekünk, ugye el is készüljön. Ez milyen jó, hogy Lovász László és Marton János szakács. Egyébként hogy kerül egy lovász a halas napokra? Ezzel nagyon sokat gondolkodtunk. Mindenki a neve alapján került ebbe a produkcióba. Aha. Tehát Csuka Mónika, Harcsa Veronika, ugye a Fish zenekar. Ördöghal van egyébként? Egyébként hol igen. Van? A hajós is ott és lesz. Az, a hajós is ott lesz, és akkor azt mondták, hogy a hajósnak van köze, hogy a hajó az a vízen megy, amit a hajós vezet, és akkor a vízben meg vannak a halak. Én nevem meg semmi köze nincs az egész dologhoz, csak arra gondoltam, hogy valószínűleg kellett egy jó műsorvezető is. De akkor, és nem találtak senki? Hát végül akkor én lettem. Jó, de aztán a vízilovász ezt kitalálták. Vízilovász ezt találták. De nagyon jó pofa programok lesznek. Lesz igen. Ilyen hal, aranyhal gyorsasági verseny. Nem aranyhal, hal gyorsulási verseny. Jó, egy hát medencében. Erre mondják azt, ilyen, hogy főkészületlen vagyok. Igen, hát igen, abszolút. De köszönöm, hogy te mutattad. A programokról szerintem még lesz időnk beszélni, inkább készítsük el azt. Igazad a bizonyos van. Vendégváró, nem tudom most mi ez, harcsa palacsinta, vagy minek nevezzük ezt gyárosokat? Mi csoda? Én magam Mortodágyi vagyok. És hát a harcsa ott őshonos. Így van. Ez például egy dunai harcsa, amit két héttel ezelőtt sikerült fogni. Olyan nagy volt, hogy nem lehetett kifárasztani. Nem, de viszont lefüleztem és úgy fagyasztottam le, ebből a filéből fogunk egy harcsa pörköltet készíteni, szalonna nélkül, hagyományosan, hogy a halnak az ízei dolgozzanak. Egy pörkölt alapot készítünk hagymával, paprikával, paradicsommal. Mm. Ebbe belerakjuk a halat, és fűszerpaprikával fogjuk készítekőzni. Laci elkezdte a palacsintát. Laci ügyesen vered, ahogy a régi kamasz barátaid de mondják. Nem értem a módszeret igazából. Szoktál palacsintát sütni? Szoktam, igen, ennyit helyet nem teszem bele. János, ha János mondta, hogy ennyit tegyek bele, és erre hallgatok. Hoppá! Nagy olaszosan főzünk. A Laci képbe dolgozik, hogy ugye az igazi hortobágyi húsos palacsinta, nálunk legalábbis, mert hortobágyi vagyok, csirkehúsból csinálják, tehát ilyen csirke pörkölt szerűséget készítenek. Ledarálják, és azt teszik. Hát ezt mondják. De azt hozzáteszem, hogy hortobágyi lévén én soha nem ettem otthon hortobágyi húsos palacsintát. Mert szerintem azt itt találhatták ki Pesten, vagy valahol. Csirkéből, vagy borjúból, inkább borjúpörköltből szokták készíteni borjúból. Most, mert... Na, most beégtél hortobágyi. Viszont én megmondom. Nem, nyers hús teszünk. Lehet, hogy nem is vagy te hortobágyi. Ezzel akarod eladni magad? Viszont én meg úgy gondoltam, hogy mivel egy magyar halról van szó, ez előételnek, egy jó előételnek, vagy egy tartalmas főételnek is megfelelő. Hagyományos palacsinta tésztába fogjuk majd betölteni. Hát a hagyományos lesz. Komolyan, egy percet kezdtem el a palacsinta tésztát is javítani? Természetesen. Szerintem azért ezt még ne előlegezzük meg ezt a bizalmat. Most komolyan, ebben semmi is tojás, tej meg liszt van. Szerintetek ezen mit lehet elrontani? Rengeteget! Igen, ne legyen görcsös. Na jó, mindegy, van még időd, mert hogy 8 óra után érkezik majd Csuka Mónika és Harcsa Veronika, akiket ugye meglepünk ezzel a palacsintával. De ők nem lesznek kifilézve. Hát ők nem. Aztán kipróbáltok együtt, ti fiúk, az orbgombócos szuperakciót után újra egy sárga kisautót, és Gyulai Mártonnal és Gyulai Miklossal is beszélgetünk majd. Nem tudtad?